Uh-huh. Na. Közben, jó, elég. Elég. Összefogni a gyom. Na, mivel főzöd? Sertészsírral? Sertészsírral, igen. Oké, okay, most igen. Már csak kimondok, sertészsírral vagyok hajlandó főzni. Igen. Kimondok, hogy lecsó, a cigán hagyomány, cigán betegség, ha csak sertészsírral van. Jó, rendben van, akkor ezt így is fogod te is készíteni. Igen, sertészsír. És akkor hagyj páromodjon meg a hagyma. Hagyma. Megpárolik a hagymát. És utána rakod rá a húst. Utána igen, a hús, a husikát, a kis üzét, finom kis gyengék is, tyúkocskát. Az nem tyúk, csirke. Csirkécskék, nem így. Mindig azért életem a szezont a fazonnal. Uh-huh. És utána felöntök, nem befinítom, azt is a húsit befinítom. Nem, a hús fogod szépen nagy esik. Sziasztok! Jaj, közben már itt vannak. Falkó, Szabadnapos, Mizu, hogy vagytok? Sziasztok! Csináljuk a lecsót. Itt is elmondhatod. Na így mondd el, hogy mit csináltál eddig. Eddig feltettem a... aprítottam a hagymácskát, négy fejet, hagymát, hónagy hagymát. Beletettem pirítom zsírra, sertészsírra főzött. Csak kimondottam, mert cigán betegség a lecsó és a zsír. És azért, hogy legyünk kicsit egészségesebbek. Tehát ez betegség a lecsó, finomság. Hát azért mondom, mondom cigán betegség. Mint a lumbágó cigán romáknak mondjuk lumbágó. Ügyeskedsz, Valkó barátom. Igen, ügyeskedik. Megpirul a hagyma. Megpirul a hagyma, kérlek szépen. És akkor... És utána felteszem a piríteni a... Csirkét. Csirkemost. Te sötét, néha jár, a fény nem jó szó. Nem baj, ne foglalkozzál vele. Nem jó fény. Ne foglalkozzál. Az csak hagytásra. Jó, oké, jó. Fedd ezt videót. Így nagyon izé vagyok el. Miért? Fekete. Nagyon cigány vagy? Nagyon cigányos. Nagyon cigány. Lecsót csinálok. Ez cigány lecsó. Cigánba vágom. Cigány gyerek csinálja. Cigány gyerek csinálja, fekete cigány gyerek. Már nem így dukál, gyerekek. Na, hát az már nem, ti nem szoktatok dolgozni, nem igazán. Jó van az így. Minek? Minek? Minek dolgozni? Nem. Nekünk csak úgy adják a pénzt, küldje a Jóisten, hogy az égből dobálja lefelé. Na, megpirítsuk a hagymát. Szépen a hagymát. És akkor mutatom, hogy a ide a videóba. Vagy azt mi kell? Na és akkor lesz a csirkehusi, ha megpirult a hagyma, akkor rárakja majd a husit, és azt is összepirítod vele, ugye? Így van, így van. Jó, bőhagymára tesszük. Lecsónak ugye az a lelke jó, hogy más legyen, nem zsíros, daptos lecsó lesz. Hogy? Daptos lecsó lesz. Na, ebben is megvan, vagy nincs is jó. Itt lesz a finom kirkehús. Itt lesz jó. Igen? Na, köszönjük, drága! Köszönjük a rózsát! Köszönjük az eladékot! Sziasztok! Ezt ő készíti fel. Nagyon szépen összevágta amúgy a hagymát. Tényleg. Meg is mutatom nektek a hagymát, tényleg. Köszönöm az ajcsi. Megmutatom nektek a hagymát, hogy... Na, így vágta össze a hagymát, félbevágta, félbevágott karikára van vágva. Köszi, Brigi, köszönjük a rózsát. És akkor látjátok, szépen lepirul. De ezt ma szépen ő csinálja, ő főzi. Megmutatta nektek a husit. Csirkehússal lesz. Amúgy az almás
édes lányoskám, le kell tennem, mert lecsop főzök élőben. Mit? Tudtam, jó? Szia, Marikám. Szia, édesfém. Ezt átfordítom. Megmutatom nektek. Hello. Itt pihen az almás. Ez almás süti. Hello. Éhes lettem. Na! Így, né. Ilyen az almás. Fel fogom vágni. Az almás sütiről is fent lesz a recept a TikTokon, már fel is töltöm majd ezután, a live után. Gyere már, he! Na! Ki volt az, az anyós? Ja! Szinte még mi? Marika is volt. Ja. Utálom anyám. Ja, jó van, én eddig azt hittem. Igen. Ő neki nem sikerült, nem erős a lecsója. Miért nem erős a lecsója? Nem, nem lett erős neki, de majd most az enyémet fogja. Jaj, a bogy itt haza! A bogyosz van itt. Várjál, miért nincs el lesz elő? A bogyosz egy paprika. Jaj, már megbolondultottatok. Akkor ezt a három, ezt a két bogyit simán bele kell, hogy csavart, már most. Úgy el légy szíves. Elmosom neked, én akkor kuktál. Ő a kuktám. Jó. Veszek a kuktát. Ide jó kuktát. De jó szó. Na. Nagyobb a kicsikben? Szép húsosokra. Szeressük a lecsóba érezni a jó paprikákat. Na, akkor mondd el, hogy itt is hagyhalják. Bogyoszlai paprikát teszek a lecsóba. Mivel szeressük, nagyon az erőt. És ez bogyosztai, erős paprika, ezt most pirítod egybe a hagymával. Hagy engedjük itt az erősséget. Már folyik a nyálom a paprikát. Vágja bele a bogyosztai paprikát. Nálunk lecsós szelet lesz. Ú, de imádom a lecsós szeletet. Taronyával, azt is fogsz. Na, azt is megtanulom, mert nagyon tetszik nekem. Na, dobjad rá a hagymára. Na, sziasztok, én vagyok a boltból a lány. Na, szia! Na, szia, babám. Ja, igen, te mindig szoktál írni. Tényleg, na látod, így ismerem fel a témát. Na, kocsik meg el. Aha, így van, így van. Na, itt van már, most már kövessük egymást. Na, ennyi. Na, az is még, ha süljön rá, babám. Hát, a lecsónak. A lecsónak mi az alapja? A hagymát jó megpirítani, a paprikát jó megpirítani, mi még a húst is alápirítjuk. Alápirítjuk a húst is. Alá. Ez a lényeg, aztán utána már finom lesz az egész. Igen. Utána már. Nagyon dzsukerbe nyomja, tényleg jó. Dzsukerbe nyomom most az anyámot. De amúgy meg de mehetne majd lesz. Utána szakásnak is, majd figyeljétek meg, megy majd konyhára. Konyhára megy majd ez főzni, figyeljétek meg. Azaz. Na még egy 3 perc, és rárakod a húst. Okay. Jó? Okay. Szépen egyesével, ahogy a tárcán van, szépen így bele fogod rakni a húsit. Nem öntöl rá vizet, hanem szépen messül rá sütjük. Utána öntjük rá egy kis. Utána nem. Utána rávágod a paprikát, vagy a paradicsomot. Én utána fogom utána. Utolsó vágni a vizet. Na nézd meg, ezt meg megnyomtam. Na, azt mondja, hogy mámok is viszik. Amúgy vághatod a paprikát, nem? A paprikát. Mert a paradicsom vizet engem. Ebben az éve jó lesz? Húsosan? Hány fejhagyma? 4. Húsosan, mindent húsosan. Karikára vágod? Hogy karikára szoktam. De hogy vágod? Hosszúkásba szoktam. De úgy csinálod, hogy te szoktad. Csináld már úgy, ahogy neked jó. 4 fejhagyma, amit mutattam. Így a jó, ne csak az asszony, főzöm el, pihizél egy kicsit. Én most tanítom, utána már pihenek, majd amikor már mondom neki, csináljon egy jó bolognai spagettit, akkor már meg tudja magától. Majd mondom, csináljon egy jó kis lecsót, akkor már meg tudja csinálni magától. Szóval, akkor ha van kedve, akkor főz. De úgy látom, lelkes. Tegnap is olyan jó esett a bolognai, ahogy megcsinálta, nem én főztem, olyan jól esett. Sziasztok! Csoda szép napot kívánok mindenkinek! Köszönjük! Oké. Mondjad, mit csinálsz most? Most szeretem a paprikát. Most akkor most szeretem a paprikát. Utána a paradicsomot. Köszönjük, rátesszük.
Most karikára vágom, nem hosszára. Oké, most karikára vágja a paprikát, nem pedig hosszára, ő döntött így, tegyen így, ő főzi a most. Én csak mondom, miután mit fog tegyen vele, de nagyon igyekszik, nagyon ügyes. Nagyon jó lesz. Na, a húsra gyere vissza. Na, a húst teszem rá. Szépen egyesével. Egyesével. Pakolom rá a húsit. Égni, és nem teszünk rá vizet, hanem csak rá kerül a hús. Jó, gyerekek. Nagyon. Combját, szeretem a combját. De nyersen, ne nyald a hús. Sziasztok! Jaj, de szuper, hogy a Falkó főz. Isten tartsa meg ezt a jó szokását. Na, szeretik ám nézni az asszonyok, hogy főznek az ember. Amúgy meg ugye a házi ember is főz otthon a házi asszonnyal. Nem? Most vedd feljebb a gáz teljesen, mert én lehúztam neki. Na majd most megdzsukel és így megpirítja a húst. Na, alakuló. Azt, hogy ide dobáld a parancsolat. Ezt nem karikára szóval. Ahogy érzed. Ez neked a tetszetekből jön, majd ide dobjad vele a parancsot. Jó. Hóval most olyan híres vagyok rá. Oké. Vágja össze most a paradicsomot. Milyen a paradicsom? Nagyon jó. Hát ti már csak te vagyok. Ízletesebb? Akarod mondani? Hát ti már csak te vagy jobb életek. Tényleg? Ja. Akkor az a paradicsom tényleg nagyon jó lehet. Elmét. Nem olyan, mint te. Hát most gondolom, hogy nem a paradicsom szintjén vagyok. Úgy mondom neked. Ja, értelem. Nem meleg a gyors. Ezért vettem még amúgy egy kis lecsót, egy kis üvegeset, hogy még akkor majd azért még teszünk bele, vagy két kanállal. A szokás kedvéért. Na, itt vagyunk. Lecsót csinálunk, drágáim. Lecsót. Venni szoktam egy kis üveges lecsót, és akkor két-három kanál, amíg abból is teszünk bele. Na, kavard össze. Sziasztok. Kavard, kavard fel. Most már firuljon a másik oldala is. Hogy halott hosszú? Kavarjál le. Azaz, fordítgassad át fele. Azaz. Még. Úgy látod, átfordítod? Jó. Ügyes. Meleg a füle? Hozzá. Itt a konyharuhával fog meg a fülé. Hogy jó, hasüljön. Látod, mennyivel másabb? Ja. Látjátok, mennyivel másabb, mikor oda pirul a hús egy picit, még mielőtt még menne rá a paradicsom meg a paprika. Csukkel. Jó, pardon. Sziasztok. Pardon, bocsi, szóljál, utakba vagyok. Akkor, emel volt, ja. Rendben, igen, és mindig takarít maga után. Nincs körülötte sose piszok, retek, szétdobálás. Rendeláltam mindennek, gyerekek. Rendeláltam mindennek. Sziasztok, én is lecsót csináltam. Egészségetekre, az nagyon finom, imádjuk. Na és mit szoktál a lecsóhoz enni? Amit... Hozakot csinált anyám. Nem, azon felül mit szoktál? Ja, én dinnye. Na, az dinnye specialitásunk. Kóstoljátok meg lecsó dinnyével. Várhatatlan. Komolyan mondtam, jó édes dinnyével. Dinnyével. Csak megkavarom, jó? Nem nyúlok bele. Ha, nagyon. Csak megkavarom neked. Semmi más, csak megkavartam. Remélem, hogy a bogyoszlai megküldi.
lesz erőssége, mert nem... Nem, az nem küldi meg, akkor semmi. Hú, hát erős, benyoltam a fakadat. Semmi, az nem küldi, még én is. Várjál, veszem azt, hogy már teheted rá majd. De várjál, ma van, mert hol a másik, ja? Várjál, hogy csomó, nem kevésség. Nem, mert még van üveges lecsó. Ja, és azzal mi meg tudunk spékelet. Na, mi következik? Na, akkor szépen rántem. Önts rá, nyugodtan. Paradicsomot, paprikát önti rá. A lecsóra. És akkor jó, kavard össze, jönnek a fűszerek. Ja. Lecsósnak kedvid. Még nem öntjük rá még most sem vizet. Tegyed rá a fűszereket. Mm. Na, jó néz ki? Jó néz ki. Köszönöm a fűszereket. Fogjál ezt is, de tegyél bele. Delikátot, gyerekek. Szoktunk használni. Delikátot szeressük. Annyi jó. Ugye még egy kicsit tegyél szerintem. Szeressük delikátot. Jó. Nagyon jó vagy. Színes paprika, és aztán jön a bors. Színes paprika. Hát az nagyon kevés. De még vettem ma a piacon azt. Teszed rá, az pirosak? Na már mindegy, hagyd fogjon el az. Azt tedd rá, mi benne van. Is. Ó, adok neked borsót, ez még jobban kihozza majd a bogyinak az ízét. Oké, mutatom a... Beleszólom mindent. Mennyi van benne? Na, nem mindegy. Na, akkor maradunk ennél, jó? Megállunk. Oké, mondd el, mit tettél bele? Színes paprikát? Színes paprikát. Hogy hívják? Delikát. Delikátot és... Bors. Őrölt borsot. Na. Na. Ezt megkavarjuk. És utána felöntsük vízzel, igaz? Aha. Hozok neked ide. Remélem, só elég. Elég ez. Majd mi megkóstolunk. Jó van. Okay. Az a lényeg, hogy ne törd. Oké. Okay. Majd ég. Jó. Az a lényeg, hogy ne törd. Most már nagyon kavarod. Most már ne kavar. Jó van. Majd rázzuk. Jó. De ott van a köt ezzel. Jó. Oké. Okay. Akkor összetörik benne. Igen. Önts rá a vizet, mert az a baja. Na, akkor rántom a vizet, gyerekek. Jön rá egy korsó víz. Lehet még kevés. Szerintem elég, mert elég. A hús enged vizet. Mondod, most már csak rázd okay. Össze. A, elég lesz, mert még egészségedre. Rázd össze. Úgy, jó. Mehet majd rá a fedő. De még előtte egy három kanál lecsó hozom. Lényeg hozzá. Színesítés. Színesítés véget. Nem, az íze. Színesítés és az íze véget. Színe már jó lesz. Úgy csak fel, mert nagy erős vagy. De várjál, hogy mutassam, fel no. Kell lenni a TikTokon. Lecsop hajtát, és akkor mindent belöncs azt? Nem, nehogy belöncs, szója. Nem. Kell egy kanál. Kanállal, most rajjába sűrű. Na kanálazzál bele. Azaz. Jó, meg egy kis levet is öntsére. Ez még külön megadja az ízét. Aha. Elég? Elég. Jó. Mutatom nektek is. Az azért kell rá, hogy nekünk ez még ízletesebbé teszi ezt az egész lecsót. Csirkehússal van, tehát hamar megfő. Na, én ezt már is tökönöm. Mindjárt babám, megfogalom. Rendesen.
Hagyjad, Magyira. Csak így belekavarok, hogy szálljanak az ízek. Így. Így. Né? Jó. Ennyi. Mindjárt hozom ennek a fedőjét. Na, a hús ilyenkor enged még vizet. Na, nagyon gusztusosan feltettem. Jó, néz ki. Na, de jó, írom már most. Gyerekek. Mutasson minden. Nagyon szépen összevágta a paprikát, a paradicsomó. Gusta? Gusta? Nagyon jó. Jó lesz ez? Jó lesz ez? Keresem, már elfelejti az a... Nem, az a fedője. De itt a te, jó, rá? Hát, egy dolog, akkor az a fedője. Csak pont jó. Hát erre is passzol. De hát, jó, van, van az, nem kell. Hát meg van. Hallasz, hogy nem? Ott van bent szerintem. Ott aludj, nem? Én nem tudom, mi van a ruhán. Hát ez a fazekat mondom. Dik. Jó, mi lesz? Tehát reméljük. Ez rávonó. Gyere. Erre való. Gyere, légy kíves. Gyere már ide. Na Linda, nézd meg. Látom, hogy jó rá, de kell a fedő. Majd megnézed, ember hangon. No. Ember, ember szabál. Hát ilyet én még nem láttam. Hát minek keresed most? Jó, van már. Most keresed? Mindjárt, mindjárt. Repülj a lecsó is. Hát megkeressem már, itt a fedele. Az mit érünk bele? Na, hát ez a jó... Miért nem jó az egy? Nem ám. Ez a jó fedő rá. Na. Sziasztok. Mi készül? Lecsó. Lecsó. Olyan erős, hogy rögtön kapol a tort. Na, mindent teszed a másik fazékról. Tényleg megvariál minden. Ez nem a barkács hizé odud. Na, minden csak összerakod. Parha, tiszta parha. Lecsót főz, gyerekek, és jó megcsinálta. Szépen felvágta a hagymát, a paradicsomot, a paprikát, mindent szépen előkészített, úgy csinálta, hogy kell. Itt a parha. Mi jött most erre a jó emberre, hogy főz, meg akar tanulni főzni. Ja. Az egy plusz dolog, gyerekek, sose késő elkezdeni semmit. Ez is csak az övé lesz, ez a tudás. De talán azt mondom, hogy jó, elég volt belőled, mennyi, tudjak meg én. Öcsém. Az nem veszi el tőle senki, ha megtanul főzni. Hát, én azt mondom, aranyosak vagytok, köszönjük drága. Na most csinálok egy kávét, mert már én már ilyenkor inni szoktam egy kávét közben, főzés közben. Ú, de jó néz ki. Á, lehet, hogy finomabb az anyósé. Mi? Az anyósnak a lecsója nagyon-nagyon finom. De nem erős volt, panaszkodott. Panaszkodott, nem volt erős paprikával. Yeah, yeah. Nekünk is örülünk, hogy volt két bogyi. Ja, ez bérődött. Mire? Ezt kell még eszi vállal, beteszem a hűtőbe. Vigyázz, el lehet segíteni. Jó, na. Ügyes, tényleg. Akkor nem mondanám, nem is sikerült bele izé jönni, rászólni, vagy idegeskedni, vagy nem bénáskodni, mert már kivettem volna akkor a kezéből. Elrégy ma magadnak, no! Nem bénáskodik. Mindent olyan szépen összevág, minden gusztusosra vágta a paprikát. Meg a paradicsomot, kapar a torkom. Szóval. Bocsi. Jó, erő. Minden jó, de csinált. Vagy csak napos. Tegnap mi csináltál? Bolognyás. Tegnap bolognyás spagetti. Nagyon finom volt. Azt is úgy megcsinálta. A tésztát kifőzte. Tésztát és mindent. Én főzök, Kitti, lecsót. Most tanít engem azon. És mondod azt is, hogy csirkével csinál. Lecsót csinál csirkével, vagy oszlai paprikával. Így van. Mondod, hogy egy egész csirke. Titeket.
Nézzé! Sziasztok, jó főzés, köszönöm szépen, köszönjük! Sziasztok, jó főzés, köszi szépen, hát jó csinálja is, jó is csinálja. Csones, milyen jó néz ki? Műgyel egy... Várjál, itt most akkor megmutassuk. Várjál, átfordítom a kamerát. Felkészítette, gyönyörűen fő. Várjuk, hogy rotyogjon. Rotyinex. Mártáló. Oké. Lassú tűz lesz, mi van? Igen, most már lejjebb veheted. Még lejjebb? Még lejjebb, mert nagyon. Okay. Jó. Yeah. Most valamiképpen egybe fog neked rotyogni. Úgy be fog szaftosodni, sűrűsödni, olyan szépen adja. Nagyon remélem. Minél jobban fő meg a húsi, annál sűrű lesz a szaftömeg. Hát én tudom. De megkóstoltad már most ezt a jó rotyogó szaftot? Kóstold meg, várjál, hogy gyere. Láttad, én beszélek. Tudj, ajánlom is. Na, kóstoljál bele az ízekbe. Aztán mondjad ide, hogy milyen. Vagy kell bele valami? Meg kell kóstolnom. Oké. Okay. Meg kell kóstolnom. Várjál. Na. Meg kell kóstolnom. Nagyon jó lesz, nagyon. Hogy íz, érnek össze fel az ízek. Na? Na, jó? Örülsz neki? Örülök. Hogy ilyen finom, igaz-e, hogy rögtön összeállnak az ízek? Milyen finom ízt tudtál összehozni? Ja. Na, ügyes a gyerek, ha játszik. Engedni kell, hogy játszol. Ja, engedni kell, hogy játszol. Itt tesz, vesz a konyhába. Ízlelgeti a... Bimbókat. Ízlelgeti a bimbókat. Ízlelgeti a főszereket. Ízlelgeti itt a főszereket. Meg a horonka bogyókat. Boróka bogyó van itt, hogy én pakolgatok neki. Ah, ezt még így itt hagyom, hát a kelet kiesnek a villa, meg majd ott beleszünk a húsba. De most már a lényeget megcsináltad, mert felkezdtem. Igen. És akkor most már majd, hogy kávét igazod. Egy kávét megcsinálok. Majd adjál már tőle egy kis. Adok. Szoktam ízeket vinni mindig kicsit bele. Igen. A lekerált. Hát ez nagyon jó lesz dinnyével. Mi? Nagyon jó lesz dinnyével. De azt tudod, hogy csak három rapás bodagot ehetsz. Vettem neked azt a fekete zsömlét. Mi fekete zsömle? Tök aranyosak vagytok, tesómmal taliztatok az Egri standon. Italpultos. Sziasztok! Ki lehet az itt? Nem tudom. Italpultos. Tesó, van az. Kértem a sőt. Jaj, tényleg! Igen, igen, így már tudom. Hú, ezért fele kell lenni. Ilyenkor mindig rakom össze a képet, de mondjad már tudom, hogy ki a... Tudom, kiről beszélsz a... Mindig elfelejtem a fográt. Fanny. A Fanny... Fanny... Standuknál. A keresztanyjával volt. Igen. Holba? Jó, van, most már itt... Azaz, aha. Azaz. Ja. Tudjuk mi, csak tudjuk. A hirtelen nem kapcsolunk, akkor bocsi, de tudjuk, itt van az eszünkben a dolog. Mezei Jolika. Úgy is szoktuk ám, csak hirtelen kavartunk. Ja, körszakállás, ja. Igen. Igen. Parole, parole. Ma is kitett magáért, tegnap is főzött, ma is főtt. Most az ám ez egy ilyen nagy picsás csirke volt, úgyhogy lehet, hogy hónap nem főzünk, mert az. Még a bolognyaiból is van. Ja. Meg ez is itt lesz. Ja, ja. Holnap lehet, hogy lecsózunk egész nap, meg máma is. Amúgy egyszer szoktunk enni belőle. Meg mámi tud, hogy egy nap egyszer. Próbáljátok ki dinnyével, nagyon jó. Hónap megint eszünk belőle dinnyével, nagyon jó.
Holnap mi még jobban összeérjük? Holnap, igen, holnap mi még jobban szeressünk. Jó. Ja. Mi jobban összeérjük? Holnap. Mennyi az idő? Menned kell, ha menned kell, akkor... Várjál, még nem. Az a lényeg, hogy szépen felkészítetted, mert lát, közben munkáját majd végezni érted. És még így is tanul. Hogy kellett bekapcsolni ezt ide? Menni akarsz fel videót? Időt, időt. Hát ennek meg kell nyomnod. Oh. Az oldalát azt ott van csak fent, ebben. Jó, van. Van idő. Ó, nagyon jó lesz. Komolyan. Komolyan nagyon jó lesz. Nem az, hogy én csinálom az anyámat. Nagyon fő. Hát jó, hát legkisebben masszívan van. Nem, közepesen van. Masszívan? Nem. Itt van a legkisebb. Jó, se tudtam, nem. De nem vagy, így jó. Jó csinálod, nem úgy van. Nem. Na, úgy jól csinálod, mert szépen rogyog. Az lényeg, hogy jó kis rogyogós. Rogyogós, rogyogós. Jó, rogyogós a fő. Na, sütire is kíváncsi vagyok-e? Jó néz ki. Várjál, azt, hogy veszem a másik telefonomat. Jó néz ki. De már mutattam nekik az almás sütit. Mutattam, mit kell enni a dinnyével, a lecsót. A csirkével a lecsót. Nem tudom. A jó lecsót kell enni dinnyével, finom lecsót. Sziasztok, szia Tünci! Kavé. Hónap lehet, hogy majd csak egy levest csinálok, hogy együnk levest. Okay. De nem lesz most főzés hónap. Nagyon jó. Nagyon szép, hogy belevágtad a paprikát. Tetszik, hogy jó, gusztusosan van benne a paradicsó. Paprika. Most van ilyen volt az ilyen már. Tényleg olyan szépen megcsinálta, hogy nagyon. Majd lesz egy nagyobb TikTok állványom, aztán majd ide fogom beállítani valahova, azt akkor majd nem így kamerázunk már, hogy csak azért vesszük a köldökünket. Mit főzünk? Lecsót főzünk. De nagyon szépen felkészítette, megint megmutatom nektek. Így, látod mennyi vizet engedett még? Figyeled? Engedett. Az én mondom. Belekavarok. Ah, igen. Nagyon jó. Jó, így. Nem kell megfogni. Csak nyomkodom. Csak nyomkodom. Jó. Sakkál, ezt lenyitom. Tök aranyos páros. Köszönjük. Hagyj főre. Kicsit felveszem. Jaj, az hagy rosszogjon ott. Ó, jó, nézd már meg az erősségét. Nézd meg az erősségét. Nyugodtan kóstold csak meg, milyen szerinted. Nem gyenge. Nem, hogy érted? Nem gyenge, kérdele még ebbe a paprika. Hát még, hát nekem már nagyon erős. Erős? Én nem, érzem egyáltalán. Jó. Nagyon erős. Én szerintem tudni kéne bele nagyon pici terikát. Még ízésebben? Aha. Nem sok kéne pedig egy bele. Egy pici tegyébe. Soknak érzem ma. Nem. Ennyit egy? Hát az sok. Jó, többit ütögess vissza abba. Jó, azt nem kavarod, ami rajta van vele. Azaz. Nagyon jó. Sziasztok. Hogy csak így menjünk tudom. Vigyázz, mert levideóznak téged. Hogy ér fel? Hagyj videózzanak. Hagyj vegyék fel. Vegyétek fel, osszátok meg. Annak körülök. Hogy ér, mondta most ezt. Aha. Hát, hogy most megy ez az élő. Azt felveszik az élőmet. Hát, én is megosztom a YouTube-on, hát én is még kirakom. Akkor mi a probléma bele? Semmi. Nem tudom. Nem tudom.
Hát ezt a videót, ezt felteszem a YouTube-ra. Jó van, oké. Okay. Hát csak jóból írta, hogy levideóznak minket. Le is kell. Fel kell tenni a YouTube-ra, én is felteszem a YouTube-ra. Sziasztok, szia Meli, szia mindenkinek. Az nem baj, hogyha videóztok, de azért live-ozok amúgy. Mi? Így van, persze. Nyugodtan. Hát én minden egyes TikTok videómat, mint például ezt is, felteszem a YouTube-ra. Úgyhogy vissza lehet nézni. Hogyha valaki nem videózza le, akkor vissza tudja nézni. Szia, na, hogy vagy? Hát sziasztok, szia drágám, én is letöltöm a jó kis recepteket. Így van, így van. A jó kis recepteket le is kell tölteni. Mindig finomakat kell főzni. Gyerekek, igyekszünk, hogy mindig finom legyen, egyszerű, de nagyszerű. Ezt mutasd csak meg a tepsivel együtt, csak úgy emelt fel, ott szoktad. Elég lett volna csak a kis tepsi, na mindegy. Ez az almás sütemény. Ennek a receptje is fent lesz itt a TikTokon. Jó illata van. Ó, tényleg nagyon jó. Aztán majd felszeleteljük. Ez lesz az almás. Finomakat főztük, nagyon jól néz ki. Köszönöm. Na. Na. Kávé, kinyitja. Jó, van, így szoktam kortyolni. Már azt. Van, mikor 20 percig is van. Tényleg letörlünk már ittenek. Közben a bors. Na, én lehet, hogy legyétek szívem. Na. Jó, jó. Van, akkor babám. Na, majd mutatom. Mutatom, hogy milyen. Már most már ő felkészítette a lecsót, átment a lecsót teszteni is. Szerintem már meg fogod tudni csinálni. Na most én lelépek, a dolgom van. Átadom a stafétabotot. Nem vettem még át, most a stafétabotot a Kuktásnak, Lólénak, Lóléannak. Majd többit meg beszéltek meg vele. Kóstolásra itt vagyok. Mindjárt jön ő. Sziasztok. Jó, hogy egy darab. Szerintem igen. Ott van. Sziasztok, szia mindenkinek! A héten megcsinálom magamnak így a lecsót, nagyon guszta. Na, örülök neki. Na, akkor szia, babám. Sziasztok. Jön majd, ne vidd el a konyharuhát, ott van a váladon. Ja. Egy óra múlva jössz, mi? Hamarabb is. Jó van. Majd megigazítom, mindjárt most már én is lekapcsolódok a live-ról. Összepakolok, meg az asztalon is minden van. Előkészítem a terepet, gyerekek. Ezt feltöltsük a YouTube-ra, és akkor majd jövök vissza. Ha hazajön a Falkó, akkor én is jövök vissza. Fő a lecsó. Sziasztok mindenkinek, csókolom a szíveteket, legyetek szerencsések, puszi mindenkinek, sziasztok!